Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, Viva Natura Televízió kedves nézőit, szervusztok! Az Egészségbefektető Klub mostani adásában Ferenczi László barátommal beszélek, most jelenleg természetgyógyász szerepkörben, nem tudom mi a jó, hát annyiféle titulusod lehetne, de beszélünk ilyen aspektusból veled, és igazából az jelentkezzen bárhol jutalomért, akinek a környezetében, családjába, baráti körében, munkatársainál még soha nem volt rákos megbetegedés, soha nem veszített el szeretett embereket ilyen csúnya betegség kapcsán, amit egyébként a 21. század pestisének is tartanak, de már a 20. században is kiterjesztette önmagát. 36 ezer ember hal meg Magyarországon évente rákbetegségben, és ez a szám sajnálatos módon egyre jobban növekszik. Ugyanakkor a hagyományos orvostudomány kemoterápiával, sugárterápiával és egyre jobban megpróbálnak integratív medicina módszereket a rendszerbe vinni, nem igazán tudnak hatékonyak lenni. Aztán az első kérdésem hozzád, hogy a rák, mint megbetegedés a te szempontodból milyen betegség? Én azt gondolom, hogy ha megengeded, illetve a nézők megengedik, akiket nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, hogy talán egy alap kérdést kellene feltenni, hogy hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik az akadémikus orvoslás és a klasszikus természetgyógyászat az emberről. És én rögtön magadom a választ is. Ő az akadémikus orvoslás egy biokémiai rendszernek tekinti az embert, biokémiai, biofizikai rendszernek. A klasszikus természetgyógyász az pedig azt mondja, hogy az ember egy lélekkel rendelkező, valaki, nevezzük így. Tehát mindenképpen van egy lelkisége. És innentől kezdve érdekes a kérdés, mert ugye én villamosmérnök vagyok eredetileg, és én arra jöttem rá, hogy minden rendszert mindig egy magasabb rendszer működtet. Én úgy szoktam magamat definiálni, hogy kőkemény materialista vagyok, ezért vagyok idealista. Tehát én azt gondolom az emberről, hogy elsősorban a lelki dolgai irányítják, a mentális dolgai irányítják, az epigenetika is valami ilyesmiről szól, ugye a szociális környezet és a pszichés környezet, hogy még a génszerkezete, a génstruktúrá is hatással van. Tehát minél súlyosabb egy betegség, minél krónikusabb egy betegség, annál inkább az alapokat kellene megkeresni, viszont ezzel párhuzamosan, mivel ezek a betegségek több szinten megjelennek, multikauzális betegség, tehát akár csak a lélekkel foglalkozom, akár csak a fizikai testtel, amit az akadémikus orvoslás csinál, akár csak, amit sajnos a természetgyógyászok nagy része is, hogy esetleg gyógynövény kiegészítőkkel, masszázsterápiákkal, vagy akupunktúrával, bármivel, akkor mindig csak egy szegmenset ragad meg. Én pedig úgy gondolkodtam, és a terápiámba ezt vittem be, hogy párhuzamosan ezekkel a rendszerekkel foglalkozzam. És az eredmények úgy mutatják, hogy ennek van értelme. Ugyanakkor az is igaz, hogy az emberek nagy része, és most ez nagyon furcsa lesz, nem akar meggyógyulni. Tudom, hogy ez egy nagyon kemény kijelentés. Ha hozzám jön egy tumoros beteg, én mindig meg két kérdést teszek föl. Miért csinálta a betegséget, és meg akar-e gyógyulni? És bizony-bizony volt olyan, aki visszajött egy-két hét után, persze van, aki ilyentől elszalad, és azt mondta nekem, Ferenczi úr, én nem vagyok biztos benne, hogy meg akarok gyógyulni. Illetve azt mondja, hogy meg akarok gyógyulni, de mindent elkövet azért, hogy ez csak a szóbeszéd tárgya legyen. Mit ad neked a betegséged? Ugye már is ott van, hogyha, és ez nagyon jó vonal volt, hogy a test-lélek-szellem harmóniáját, ugye, tehát a rákot, mint egy fizikai szintű megbetegedést fogják fel. Ugyanakkor ez teljesen torztéves út. Teljesen torztéves, látszik, hogy nem is működik egyébként. Igen, 10% alatt van a 5 éves túlélés. 5 éves túlélés. Ha viszont az orvossal való empatikus kapcsolat az jó, és dr. Kovácsba megbízom, még hogyha a kémiai mérget adja meg sugárkezelés, ez a fajta emocionális placebo, fogalmazunk így, ez meg tudja gyógyítani a beteget. Akkor inkább azt mondjuk, hogyha a rák a lélek betegsége, akkor meginduljunk ki onnan, hogy nézzük meg a lelki problémát, a környezetét, ahogy Hippokratész mondta, és nézzük meg azt, hogy akkor mi az, amit tényleg meg akarsz gyógyulni, vagy ide küldtek, hogy meggyógyuljál.
Mert ha nekem azt adja a betegségem, hogy az a szeretett lény, aki egyébként nem foglalkozik velem, most mióta beteg vagyok, ott van az ágyam mellett és szolgál engem, akkor ezt adja a betegségem, vagy valami szociális problémát megold, vagy ugye nagyon sok nő elmegy szülni, hogyha éppen nincsen olyan élethelyzete, hogy dolgozni nincs kedve, akkor szül egy gyereket, és akkor az a megoldja. Vagy ha meg akar javítani a rossz házasságát, megszül a másik gyereket, amivel még rosszabbá teszi. Igen, tehát vannak ilyen teljesen torz vágányok. Annak idején nekem is azt mondta az egyik tanárom, akitől hipnózis tanultam, hogy minden betegséget addig tartunk föl, amíg van benne valami jó számunkra, valami hasznos, most teljesen mindegy, hogy az a jó hasznos az a külvilág. Igen, persze. Tehát vissza az eredeti vonalra. Én úgy gondolkodom a tumoros betegségről elsősorban, de mondom általában a krónikus betegségről, hogy nagyon fontos lenne egy olyan anamnézis, amiben beleviszem a családi hátteret is. Tehát a gyerekkor, a családi kapcsolatok, akik legközelebb állnak hozzám, tehát férj, feleség, anya, gyerek, ugye az új germán medicína is ezen a vonalon indul el. Nagyon jól tudjuk klasszikusan, hogy ha prostatával van gondod, akkor valószínű, hogy a férfi leszálló ággal, tehát a családdal, a gyerekeiddel vannak valami gondjaid, ha a mell, akkor pedig ugye a női és az anyasági konfliktusaid vannak, és hagyd ne mondjak ebbe bele. De ők se lépnek tovább. Tehát egyik része az, amikor fizikailag, mentálisan, tehát racionálisan igyekszem feltérképezni, és megnézem, hogy milyen típusú, ugye a pszichológiában is van atipusos, b-típusos személyiség. Nagyon sokan nem tudnak egy konfliktust kezelni. Ez a legdöbbenetesebb, hogy az iskolában nagyon sok értelmes dolgot tanítanak, de többek között ez se. Pedig pont itt lenne a szabad választásunk, én is ebben a fizikai világban élek, én is közlekedek, én is találkozok emberekkel, hogy reagálok egy szituációra. Klasszikus, ki lehet mondani, csak sokan nem alkalmazzák, hogy az a legnagyobb butaság, amikor megengedem valakinek, hogy miatta legyek én mérges, emeljem meg a vérnyomásomat, feszült vagy, stresszes vagy bármi egyéb. Tehát nagyon fontos az én terápiám része, ezek a mentális felderítés, mentális munka. Utána pedig menjünk egy kicsit le a tudatba, a mély tudatba, mert hajlamosak vagyunk magunknak nagyon nagy hazugságokat tenni. Tehát, hogy tényleg, mik azok a feszültséggócok, amelyek 3-5-8 éve indították be azt a folyamatot, amihez hozzárendeltük a fizikai táplálkozást, fizikai környezetünket, és amikor a végeredmény az a szomatizált betegség. Látványos példáim vannak. Neked a beszélgetésünk elején mondtam, mielőtt leültünk a stúdióba, hogy volt egy nagyon érdekes eset, egy hölgy, egy 50 körüli hölgy, akinek torokrákja volt, orvosilag diagnosztizált, annak rendje módja szerint, és akkor leülök vele beszélgetni, akkor kiderül, hogy egy jó fél éve, 3 éve kiderült a férjére, hogy megcsalta. És könnyű dolgom volt, mert kimondta. És amikor sikerült vele megértetni, hogy a megcsalása ez egy másfajta viszonyt alakítson ki, illetve meg tudjon bocsájtani magának és a férjének is, most nem megyek ebbe bele részleteibe, akkor csináltam vele egy vezetett meditációt. A vezetett meditációban regresszió is van, és viccesen megkérdeztem, ott volt a 100-as papír zsebkén, hogy minek van. Mondom, általában szükség van rá. Emlékszem, azt mondta, hogy én nem haragszom senkire, nekem senkivel nincs konfliktusom, csak a férjem. Aztán kiderült, hogy 3-4 éves korában az óvodába összeveszett a barátnőjével, és az óvónéni a barátnőjének adott igazat. Tehát az is benne volt, az is el volt folytva, az sem volt benne feldolgozva. Tehát hihetetlen görcsök, feszültségek vannak a lelkünkben, és ez az irányított meditáció ez nagyon jó arra, hogy nem kell kimondani, hogy velem ez és ez a szituáció történt, mert szimbólumokkal dolgozok. És a szimbólumok révén sikerül feloldani ezeket a feszültségeket, lelki feszültségeket. Tehát a terápia egyik része mindenképpen az ilyen mélytudati munka is. Milyen szimbólumokkal dolgozok? Én klasszikusan a múltba viszem vissza a múltat, úgy modellezik, hogy mint egy erdő, amiben vezet egy ösvény befelé, lefelé, és a elhullott gajak, ágak, és azok egy történés, egy szitől kihozzuk, elégessük, és akkor egy felszabadulás élmény. Aztán persze sejtszintű programozás, tehát ez egy órás mély meditáció, aminek nagy része arra szorul, hogy minél mélyebb tudatállapotba vigyem. Ennek semmilyen káros mellékhatása nincsen. Az, hogy sírnak, az hál' Istennek egy jó jel. Ha beviszed, akkor hozd is ki onnan, mert azért vannak, akik bevisznek az erdőbe, azt ott hagynak. Igen. Hát én mesterhipnotizőr is vagyok, úgyhogy... kiemelni, hogy képzeld le, hogy az iskolában kommunikációt és szocializációt tanulnának az emberek, hogy egy bizonyos szituációt, hogy hú, nem megyek oda kérni egy kiflit, mert de egyszerűen az emberek nem tudnak egymással kommunikálni. Elkerülnek munkahelyre, inkább lehajtott fejjel mindent benyel, de nem válaszol vissza sem, nem képes önmagát képviselni az érdekeit, és szerintem ez egy, nem az, hogy nem tudnak, hogy mi az a THM, meg hülyeséget tanulnak, hanem az, hogy az életbe való kapcsolatteremtése, a kommunikáció, ez nem tantárgy az iskolába.
De István, mi lényegeset tanulunk az iskolában? Mondom én, akinek több diplomája van. Mi lényegeset tanulunk? Hát a szexuális felvilágosítás nekem nagyon fontos volt. Már hatodikos koromban ez megtörtént. Semmi lényeges. A 120 kilós tanítónén bejött és elmagyarázta, hogy gyerekek, ez hülyeség a ti életetekben. Nagyon szomorúak voltunk egyébként. A Pitagórás tételét még el tudnám talán mondani, de igazából deriválni, ariválni, meg mit tudom én, meg a későbbi tanulmányokat. Na várjál, a deriválással csak akkor nagyon messzire fogunk menni, abban én egyetlen dolgot szeretek, és én imádom a magyar nyelvet, mégis ez egy kedvenc fogalmam, ugye az infinitizmális számítás, tehát a deriválás számítás ez. Azt mondják, hogy Newtonnak ez volt a legnagyobb szellemi lépése, és abból indul ki, hogy minden csak megközelítés, approximáció. Tehát minden megközelítés kérdése. De ha megengedett, térjünk ide-vissza, mert nagyon messzire mennénk, nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni. Tehát akkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy dolgozunk a lelken, dolgozunk a mentálisan, és dolgozunk a környezeten is. Talán még egy gyors reflexió arra, hogy mit tanítanak és mit nem tanítanak. Olvastam egy kutatást. 138 ezer embert, 37 ország és 5 kontinens. Nem faj. Vegyesen. Azt kutatták, hogy mi a siker titka. Tehát az, aki az életében azt mondja, hogy ő sikeres. És most csak a végét mondom el, a minél mélyebb és alkalmazott önismeret. Az, hogy ki vagyok én, hogy működök én, felelősségvállalás. Amit szintén nem tanítanak az iskolába. Na tehát akkor vissza a tumoros betegeinkhez. Tehát az egyik dolog, hogy elindulok a lelki úton, feltérképezem a szociális környezetét, család, aztán a szociális környezetbe veszem azt is, hogy milyen technikai háttér veszi. Tehát én azt mondom a pácienseimnek, hogy felejts el a tévéhíradót, felejts el a híreket, vígjátékokat nézzen, igyekezzen olyasmit, ami megnevetteti őt, dobja ki a mikrohullámosütőt, és minden kisebb telefon, elektroszmog, és így tovább. Ez is nagyon fontos. És akkor ugye a lelki vagy magasabb szintekről megyünk lefelé a egyre inkább a fizikai szintekre, ami szintén talán sorskérdés. De még maradva a fizikainál, mozgás. Én rendkívül fontosnak tartom a mozgást, főleg, hogyha valaki beteg, olyan mozgást javaslok az állapotától függően, amiben megizzad. Az lenne nyilvánvalóan az úszást ilyen esetben nem javaslom, tehát a futás vagy valamilyen aerobik mozgást javaslok, hangsúlyozom, amit meg tud engedni. Ha már nagyon rossz állapotban van, akkor semmi más ne csinál, csak kapaszkodjon meg egy székbe, és egy picit rogyassza meg a térdét, és emelgesse, de mindenképpen vigyen be fizikai aktivitást. Nagyon fontosnak tartom, hogy megtanuljon lélegezni, ugye jóga légzés. Átlélegeztesse a szervezetet, mert az emberek nagy része nem lélegzik igazán, nem kap megfelelő oxigént a szervezete. És ugyanígy nagyon fontosnak tartom azt, hogy elinduljon azon a belső úton, hogy szeretem magam. Elfogadja és szeresse magát. Hihetetlen, amikor azt mondom a páciensnek, hogy reggel az a 3x5, és kérdezi, mi az a 3x5? Mondom, 5 percig tükör előtt szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam. És azt mondja, erre képtelen vagyok. Mondom, nem kell a nagy közönség előtt, csak saját maga tükör előtt. És döbbenetes, amikor egy felnőtt ember azt mondja, hogy ezt képtelen kimondani. És én viccesen mindig megszoktam mondani, az arcát megszoktam, most ez persze minden reggel megosom. Mondom, hogy tudja olyan pofának megmosni az arcát, akit utál, akit nem szeret. Tehát ez lenne az alap dolgok. Aztán itt jön én úgy neveztem, hogy az élet cseklistája. Nagyon sok olyan páciensem volt, akinél teljesen egyértelmű volt, hogy a betegség elindítója, mentális szinten az volt, hogy valaki megsértette, megbántotta. Most idézel mondom. Én meg mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, engem nem tudsz megsérteni, csak ha beleegyezem. De nem vagy te nekem olyan fontos, hogy haragudjak rád, ha meg olyan fontos vagy rám, akkor főleg nem haragszom. Ezt meg lehet tanulni. Én nem így születtem. Én egy nagyon impulzív, nagyon agresszív, erőszakos, mit tudom, micsoda voltam. Tehát ezt megtanultam a saját érdekeimben. Tehát rendkívül fontos, hogy viszonyulok egy szituációhoz, akár egy betegség, akár egy kapcsolat a feleségemmel, férjemmel, gyerekemmel. Én azt gondolom, hogy mindig minden rossz, megint idézőjelbe, megvéd valami rosszabbtól, vagy valami sokkal jobbat készít elő. Ez az élethez való hozzáállásom, alapállásom. És az elvárásainkkal teremtjük a valóságunkat. Ez nem ezotérikus duma, hanem emögött már akadémikus kutatások vannak, nem csak a kettőséges kísérlet, hanem ezer egy kísérlet. Tehát tudati elvárásról befolyásoljuk a fizikai valóságunkat. Hogy képes legyek megköszönni, és ne legyen bűntudatom saját magammal és a múltamhoz viszonyítva, hiszen egy adott pillanatban, amikor hozok egy döntést, tudatosan vagy tudattalanul, akkor és ott azt a döntésemet azért hoztam, és ez nagyon fontos, mert egész addigi megélt tapasztalataim alapján a legjobbnak tartottam. És akkor a döntésemnek nyilván lesz egy következménye. És akkor visszanézek a múltamba, és megítélem a múltat, ami a legnagyobb butaság.
A múlt az, ami elmúlt. A múlta nem tudunk változtatni, kivéve a politikusok vagyunk. Tehát a múlt az arra szolgál, hogy tapasztalat legyen. Egy ekkora nagy dumával te hogy nem lettél politikus? Hát felkértek, hidd el, hogy felkértek, kaptam többször felkérést. Mondtam, szeretek jól aludni, és akkor ez el volt intézve. Aha. Ez el volt intézve. Tehát ez nagyon fontos, hogy meg tudjak magamnak bocsájtani, és megértsem. Tehát ugye Villás Béla mondta, és ezt a mondatát nagyon szeretem, hogy egyetlen bűn van, a megbocsájtásra való képtelenség bűne. Ezt is meg lehet tanulni. És melyik mondatát nem szereted? Hát most ebben nem menjünk bele. De hát ugye ember vagyok, ha szeretem, nem szeretem, az döntés kérdése. Tehát hagyj fussam végig a cseklistát. Tehát az, hogy képessé tegyem magamat megbocsájtani magamnak és a másiknak. Uh-huh. És ilyenkor, hogy bocsássak meg önök a piszoknak, meglopott, megcsaltak, hé, választási lehetőséged van, mit akarsz, az, hogy igazad legyen, vagy az, hogy boldog legyél? Persze, de nekem igazam van, igen, hát 7-8 milliárd igazság mit van. Mit mondanak erre? Hogy akinek mindig igaza van, sosem lehet boldog. Így van, ennyi. Tehát ez is egy döntés, ez is egy hozzáállás. Uh-huh. Na most utána jön az, hogy ha már képes vagyok, képessé teszem magamat megbocsájtani, uh-huh. megköszönni. Mert általa fejlődhetek. Azt mondja valaki, hogy volt egy rossz tapasztalatom. Mondom, figyelj csak, hogy lehet rossz tapasztalatod? Mondom, hogy gyerek voltál, és elkezdtél megtanulni járni, és attól függően, hogy far vagy fejnehéz voltál, elestél, és az 5. vagy 10. után abba hagytad volna, hogy neked ez nem megy, mindenki másnak megy, és akkor hogy mondod, hogy rossz tapasztalatod volt, vagy tapasztalatod volt, ami által megtanultál járni? Tehát nincs rossz tapasztalat, mert minden tapasztalat, ha megfelelően integrálom az életembe, értelmezem, azáltal gazdagabb lesz. Tehát az én gazdagságom a múltam. Ott vannak elásva a gyémánt kiskrajcálok, amit a mesében ugye a kiskakas kikapart. Tehát, hogy mentálisan átrendezzem a dolgaimat, mert ez még mindig a megbocsájtás, megköszönés, hogy nekem olyan gazdag életem volt, de nagyon jól ismeri az én múltamat. Nekem volt olyan gazdasági lépésem, amiben majdnem beleroppantam. Most várjál, ez most itt nem a VNTV kékfény műsora, ja. Az a balegságom története, amikor a jó hiszeműségedet hülyére kihasználták, és olyan emberekkel találkoztál, akiket azóta nem vagy hajlandó bevonzani az életedbe, és ha erről a nézők egy különadást akarnak majd látni, a Laci akkor egyszer elmondja, hogy milyen módon tudjunk a jó hiszeműségünkkel segíteni akarunk, és mégis a szívócsőnek a rossz végére kerül. Te figyelj, ez tapasztalat volt. Tehát megbocsájtás, megköszönés, hogy köszönöm. Én nagyon sokat köszönök ezeknek az embereknek, hihetetlen sokat tanultam általuk. És a következő az, hogy elengedjem. Ez megint egy kritikus pont, hogy ne görcsök, és kérdezik, hogy mi az, hogy elengedés? Az elengedés, amikor közömbösen tudok róla beszélni. Tudod, István, volt nekem egy kedves barátom, aki bevitt egy vállalkozásba, 16 millió forintot buktam, de hát Istenem. Tehát ez az elengedés. Ez az elengedés. De úgy beszélek róla, hogy az a szemétmocsok, hát azért tudod, azért az nekem még mindig fáj, akkor az még mindig bennem dolgozik, és engem rág. És birtokvesztési konfliktus már is prostatád. Így van, úgy jön a medicina. Oké, és ha már elengedtem, akkor most jön a legnehezebb dolog az, hogy legyek hálás. Azért legyek hálás, hogy ezen átmentem, képessé tettem magamat. Nagyon érdekes dolog ez a hála. Tudnélek, talán ezt a legnehezebb materiális szinten megközelíteni. Én egyetlen egy dolgot tudok, és itt is tudnék szakirodalmat idézni, hogyha a hála érzését képes vagyok generálni magamban, akkor gyógyulok, nő az energiaszintem, kisinul a világ. Egyébként ez itt az önreklám helye, nekem van egy CD-m, egy vezetett meditáció, ami ezeket veszem végig. A hála érzését generáltatom abban, aki éppen hallgatja. És döbbenetes, hogy mikről számolnak be. Tehát az élet különböző területei, gazdasági, egészségügyi, kapcsolati rendszerben milyen változások következnek be. Tehát tudjunk hálásak lenni. Nekem minden reggel van egy hálaimám. Azzal kezdem, hogy köszönöm, hogy élek. Nem természetes, van, aki nem éli meg a reggelt. És van egy elvárás, egy pozitív elvárás, hogy köszönöm azt a csodát, amelyet a mai nap tartogat. És megköszönöm. Itt lehettél velem, köszönöm szépen. Így van, köszönöm szépen, hogy itt lehettem veled. És akkor ezt a hál' Istent befejezem, és aztán visszaadom a szót neked. Az lehetetlen. Igen. Ha ezen túlmegyek, akkor a megteremtés. A megteremtés alatt azt értem, hogyha ezek a dolgok, ezek a folyamat valami hiányállapothoz, akár az egészség hiányához, ugye a teljesség hiányához vezetett, akkor helyreállítsam és megteremtsem. Mentálisan, aztán pedig sejtszinten, illetve rendszer szinten. Tehát ez lenne a lelki része, és akkor utána jövök a fizikai részhez, mozgás, légzés, táplálkozás. No, talán a táplálkozás a legkritikusabb. Én a ketogén diéta híve vagyok, ha tumoros betegekről van szó. Mióta? Körülbelül 2 éve. Fontos elmondani, hogy nagyon sokáig
bigott vegetárián is voltál, Így van. és mióta kondor a pilóta, ez egy jó játék csak, rájöttél, hogy igazából dolgok másképp működnek, és nagyon sok társadnak is ezt megosztottad, ezt a tudást. Egyébként ez a Hoponoponónak a módszereiből ragadták ki dolgokat, de én is az integratív medicinában mindig onnan veszek ki jó István, dolgokat. Amikor István, el kell, hogy keserítselek. Amikor még nem volt Hoponopó, akkor Richard Bachnak elolvastam a könyvét, aki azt mondta, hogy minden esemény életedben úgy került, hogy magad mondtad oda, és azt mondta, hogy mit kezdesz vele, az rajtad áll. Tehát nekem ez régebbi volt, mint a Hoponopó története. Aha. De a Hoponopó mögött is ott van a természettudományos háttér, csak az emberek nem foglalkoznak vele. Tehát ott is, hogyha nem tud elengedni a dolgokat, akkor megesz. Így van, bármivel foglalkozol. Akkor alárendelem magamat, akkor az erősebb. És akkor ma mit reggeliztél? Kérlek szépen, ma nagyon finom házi szalonnát ettem, paradicsommal és paprikával, tudni, hogy gyakorlatilag minimális szénhidrátot, gabonát fogyasztok, mert rájöttem, hogy ha nem is direkt, de egy kicsit érzékeny vagyok én is a gluténre, úgyhogy igyekszem kihagyni ezt, úgyhogy erdélyi házi igazi szalonnát. Nekem otthon van egy kis minifarmom, tehát én most nagyon odafigyelek, nagyon tudatosan odafigyelek, hogy biológiai tiszta zöldségeket fogyasztok, gyümölcsöket és olyan állatok húsát fogyasszam, amely szabadtartásban, és ugye Boros László professzor, aki itt volt szintén többször, elmondta, hogy a szabadtartásban lévő állatok, azok deutéri csökkentett vizet tartalmaznak a sejtek sejt között, plusz a zsír ráadásul az is vízre bomlik le a szervezetbe, tehát a vízháztartásomra is odafigyelek. És az, hogy miért, azt arra emlékszel? Ez egy érdekes dolog, mert összefügg a mi kis másik együttműködésünkkel, mit jön majd nálad is az. Ezt úgy magyarázta el, hogy a bezárt körülmények között állatok egyrészt vacakaját tesznek, és stresszben stressz, vannak. Igen. A stressz először mitől meg? A mikroflórát gyilkolja. Na most, hogyha megfelelő összetételű, jó minőségű mikroflórád van, akkor az, ami képes a deutériumokat kiszűrni, lebontja ez a biotranszmutációval, és gyakorlatilag így szűri ki ezeket a nehéz ízet a szervezetből, és hogyha ez nincs meg, akkor meg sajnálatos módon lehet látni, hogy a civilizációs életkörülmények létrehozzák ezt az nagyon magas deutérium tartalmú vizet, táplálékot, aminek a végén sajnálatos módon pontosan degeneratív betegségek, amit beköszöntenek az életünkbe. Elnézést, csak ezt nem, igen. És gyakorlatilag most vagyunk ott, hogy ortomolekulális medicina, uh-huh. vagy integratív medicina. Talán annyit még azért, hogy nehogy azt szűrődjön le, hogy itt teljes mértékben legalábbis én elvetettem az akadémikus orvoslást. Nem, én együttműködésbe gondolkodom. Hál' Istennek jó néhány orvossal együttműködöm. Természetesen jó néhány vannak, akik kóklernek és felelőtlennek tartanak. Csak én nem hiszek... Nem, bocsánat, rossz kifejezés. Tehát, hogyha 5%, 10% a túlélés, ha én egy vizsgadolgozatot így adtam volna be, hogy 5% vagy 10%-ot csinálom meg, akkor nekem nem lett volna diplomám. Tehát ez teljesen abszurd. Emögött egészen más érdekek vannak. De el tudom fogadni azt, hogy bizonyos esetekben szükség van műtéti eltávolításra, el tudom fogadni, hogy bizonyos esetekben szükség van gyógyszeres támogatásra, sőt, nagyon szűk keretek között még azt is el tudom fogadni, hogy kemoterápia, de még egyszer mondom, nagyon szűk keretek között. De hogyha ennek ellenére kiúl egy betegség, áttét képződik, akkor nyilvánvalóan egészen más utat, más megoldást kell találni. Na most az ortomolekulás medicinát sem én találtam ki, ha jól tudom, akkor Louis Pauling nevéhez kötődik, aki ugye kétszeres Nobel-díjas volt, mellesleg 93 évig élt, mellesleg 15-18 ezer milligram C-vitamint fogyasztott, ami nem okozott neki vesekövet és egyebeket. Tehát én nagyon régóta foglalkozom táplálékkiegészítőkkel, és én egy kutatóelme vagyok, akár csak te, ez is talán rokon kettőnk között. Szinte minden nap képezem, olvasom magamat. Mielőtt idejöttem, több órán keresztül, most a Turmeric a kedvencem, valószínűleg összeállítok róla egy könyvet, most már vége felé járok, több ezer oldalt futottam át, néztem meg csak a Turmerickel kapcsolatban, és most csak egy azért puskázok, mert megnéztem, hogy 0,32 másodperc alatt a neten 36 500 000 találat van turmerikre. A kurkumáról beszélünk. Nem, illetve? A kurkumáról, a kurkuma hatóanyag tartalmára. Így van, mindenhol kihangsúlyozok, ez a hatóanyag tartalma. Uh-huh. Tehát akkor ott tartunk, hogy ortomolekulás medicina. Kezdjük azzal, hogy miből van az emberben a legtöbb víz. Az a víz, ami ma a csapból kifolyik, azt nekem senki nem tudja bebizonyítani, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas. Tőlem okosabb emberek, ELTE kutatások bizonyítják, nehézfémek, gyógyszerek, szteroidok, nonszteroidok, antikoenciciensek, tele van környezeti mérgekkel. Hormonok. Hormonok, így van.
Na most, ha csak ezeket kiszűrjük, akkor már rengeteget segítettünk. Erre én a reverse osmosis elven működő vízszűrőt javaslom, ami nem pénzkérdése, mert nem egy költséges valami, és otthon a háztartásban tudok garantáltan tiszta vizet. Azt a badarságot, amit még mindig mondanak, hogy a vízből veszük fel a kálcium, kálium, ásványanyagokat, ez nem igaz, növényekből biotranszformáció révén, tehát ezt nem tudom, hogy miért mondják még mindig. A nátrium kloridon kívül gyakorlatilag a vízből semmilyen ásványanyagokat nem tudunk magunkhoz venni. Na most itt megint a táplálkozás torzítás, hogy kevés sót tegyél, mert az emeli a vérnyomást, nem igaz, viszont ha kevés sót eszek, akkor csökken a gyomorsav, onnantól kezdve a pH viszonyok megváltoznak az emberi szervezetben, ha megváltoznak a pH viszonyok, akkor nem tudnak megfelelő enzimek aktiválni, ha nincs megfelelő enzim aktiválás, akkor nincs megfelelő emésztés, nincs megfelelő felszívódás, akkor beindulnak a bélforró a torzulásai, és akkor megint már ott is vagyunk, hogy egy beteg embernél ez mind megvan, és itt van az, hogy akkor adjuk oda a mikrobiomot, ugye, mint új szerv is megjelent a mikrobiom. Építsük fel újra a bélflórát, csökkentsük a szervezet gyulladási folyamatait, mert a tumor többek között mindig krónikus gyulladást is jelent, erre például nagyszerű a turmeric, az olajfalevél, növeljük meg drasztikusan a D-vitamin bevitelt, ami valójában már tudjuk, hogy sokkal kevésbé vitamin sem, mint inkább egy hormonszerű anyag, hiszen majdnem minden sejtípusnak van receptora, és hát most nyilván nem fogom elmondani a teljes terápiát, csak célzok rá, hogy ezek mögött nagyon komoly orvosi kutatások vannak. A Coenzym 10, ami ugye a sejteknek az energiaháztartását biztosítja, orvosi Nobel-díj van mögötte, kémiai Nobel-díj, és jó magam átnéztem olyan nemzetközi orvosi kutatásokat, az egyiknek az a neve, hogy Q-szimbó, a másik pedig nyiha, ez szó összetétel, ahol az jött ki, hogy a gyógyszerekkel szemben csupán a Coenzym 10 tartalmú készítményét, a Coenzym 10 mennyivel volt hatékonyabb. Na most egy tumoros betegnek biztosítani kell az energiát, és ezek nem fogják a tumoros sejteket támogatni, nem igaz. Nem igaz, mert más a légzés, tudjuk, hogy a tumor az gyakorlatilag cukorzabáló, cukorban él. Tehát az én terápiámnak nagyon kemény bázisa a ortomolekulás medicína is, és hát ezeket a termékeket sok esetben relatíven nagy adagba kell fogyasztani, de még mindig vissza a bélflórára. Tehát teljesen átértékelődött a bennünk, a rajtunk és velünk élő egysejtűekhez való viszony. Ugye tudjuk, hogy egy nagyságrenddel több van bennünk, rajtunk, mint a testi sejtjeink száma. Tehát valójában, hogyha azt a kérdést teszik, hogy ki viszi a vadászpuskát, akkor sajnos, vagy hál' Istennek, ezek a bacik, és nem ártana, hogyha megváltozna hozzájuk fűződő, kötődő viszonyunk. És ebből most megint egy picit kifelé ugrok, amikor arról beszéltem, hogy szociális környezet és mentális környezet, akkor azt is értem, hogy felejtsük már el végre azt, hogy mindent agyon szerezünk, mindent antibakteriálisan igyekszünk antibakteriálisát tenni, mert ez egy nonsens, mert hogyha hipóval leöntöm ezt a követ itt, vagy micsodát, akkor 5-10 perc vagy fél óra múlva ugyanúgy meg fognak telepedni, csak egy kicsit erősebb, rezisztensebb baktériumok, tehát többet ártottam magamnak, mint használtam. Tehát én valahogy így gondolkodom arról, hogy tumoros betegségek, hangsúlyozom, multikauzálisnak tekintem, ezért több síkon kell. Minél több síkon tudom segíteni a pácienst, a klienst, elérve nála, hogy a felelősségvállalást tegye meg, akkor látványosabban, gyorsabban lehet gyógyulni. Minél kevésbé, annál kevésbé fognak gyógyulni. Ugye a kis beszélgetésünknek azért egy kis intermezzója, illetve a végkifejlete legyen már az, hogy amit most itt elmondtál, ilyen 30 percben azért erről te napokat tudsz beszélni, rengeteg előadást tartasz, mióta a pályán vagy rengeteg embernek segítettél, és most gondoltál egy bátrat, és ez egy újdonság azért, hogy tumoros betegeknek tartanál egy kétnapos, nem jó a tanfolyam szóra, nem jó a továbbképzés, egy ilyen megoldó, konfliktuskezelő felmérés, vagy együttelezés, tök mindegy, meg itt áll a jó nevet, és ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye már itt nyalogattuk azt a kérdéskört, hogy mit ad nekem a betegségem, és általában ez mindig valamilyen kapcsolathoz, családtaghoz fűződik, hanem munkai dolog, és te nem csak a beteget hívnád meg, hanem azt a őhozzá legközelebb álló hozzátartozót, aki netán még ott egy ilyen kis konzultáció kapcsán ki is derülhet, egy ilyen közös meditáció kapcsán, hogy igenis milyen módon van közel ahhoz a betegséghez, tehát egy teljesen más megközelítéssel szeretnéd ezt az egészet megtalálni, és ha már egyszer az ember kattan agyilag, aha, akkor ez az én utam, nem a kemó, nem ez, nem az, nem az, akkor már ő maga is nagyon sok esetben el tud indulni ezen az úton, hogy megfordítsa ezt a dolgot. Hogy jött ez az ötletet, hogy egyszerre nem csak a beteget szeretnéd oda, hanem a hozzá legközelebb álló, esetleg az őt segítő
embertársával együtt szervezed ezt a tanfolyamot? Úgy jött az ötlet, hogy ugye az ember önmagába nagyon kiszolgáltatott. Hát tudjuk, hogy a kemény fiúkat is a magánzárkába teszik, azzal lehet a leginkább megtörni. Tehát egy nagyon integratív... Te tudtad, én nem tudtam, de jó van ez így. Igen, dolgoztam börtönben is, tehát van egy ilyen tapasztalatom is. Mindenki azt kérdezi, hogy biztos, hogy csak dolgoztál? Csak dolgoztam. Fizika tanár voltam, kihelyezett gimnázium. Na, komolyra fordítva a szót. Tehát arra gondoltam, hogy aki hozzám legközelebb áll, ugye a 7 ember számtani átlaga vagyunk, még a testsúlyban is, meg mindenben, az nyilvánvalóan befolyásolja az egészség és a mentális állapotomat is. És mi lenne, hogyha ezzel a 2 emberrel párhuzamosan is tudnék dolgozni? Egyébként, hogyha magánrendelőmbe jön, akkor is úgy néz ki a rendelésem, hogy egyrészt ketten, aztán külön-külön. Mert mikor van neked időd magánrendelésben? Bocsánat, hogy én is... Azért találtam ki ezt a tréninget, vagy munkacím, hogy tréning, tanfolyam, együttlét, mert nem bírom. És minden kollégám, aki tumoros betegekkel foglalkozik, azt mondja, hogy Laci, 2-3-4 hónap előjelzés van. Az meg nagyon sok idő, hogy tumoros beteg, mert minden nap számít. Minden nap számít, érted? Tehát pont ezért találtam ki, hogy megsokszorozzam úgymond magamat, tehát ide a páciens és az ő általa kijelölt, és aki hajlandó vele eljönni, kettőjükkel dolgozom egy 2 napos kurzus keretén belül, ahol én úgy érzem, hogy nagyon sokat tudok adni. A 2 napnak az első része az szinte majdnem az egész nap csak mentális munka. Tehát az életünk rendbelevése. Ahol nyilvánvalóan előfordul az, hogy egy nagyobb feltárulkozás vagy kitárulkozás, de nem feltétlen szükséges. Tehát nem kell neki elmondani, mi az ő gondja, baja idézőjelbe, hanem azáltal, hogy dolgoztatom őket, lesz egy felismerés, hogy aha élmények lesznek. A második nap pedig sorra vesszük, hogy mik azok, amiket általában, amiket én javasolni szoktam, milyennek a terápiás jelentősége, milyennek a tudományos háttere, miért fontos nagyobb hangsúlyt tenni a környezetemre, a vízfogyasztásra, az ortomolekulás medicinán belül, mi az, amit érdemes ebben a ráktípusban, vagy ebben az esetben, mi az, amit nem, és így tovább. Sőt, úgy akarom zárni, hogy legyen egy jövőképe. Mert ha nem tud magának egy jövőképet állítani, akkor mindez, amiről eddig beszéltünk, teljesen fölösleges. Tehát, hogy legyen még életcélja, akarjon még élni, találjuk meg azt, amiért ő még akar élni, amitől ő még fontos, amitől ő még értékesnek tekinti magát. Tehát én vállalom a felelősséget, ezért ez a tanfolyam úgy működik, hogy ha valakinek nem tetszik, akkor szó nélkül visszaadom a tiszteletdíjat, soha nem volt az, hogy valaki visszakérte volna még, tehát ezért nem veszítek semmit. Nekem az a célom, hogy megsokszorozzam az én munkámat, mert ma már azt látom, hogy olyan mértékben dő nem csak a tumoros betegek, hanem a súlyos krónikus autoimmun betegek száma. Egyébként terápiás vázba szinte ugyanúgy kell dolgozni egy krónikus beteggel, autoimmun beteggel, szinte mint egy tumoros beteggel. Tehát ezáltal könnyítenék a saját munkámon, meg azon, hogy amikor be van kapcsolva a telefon, akkor 5 percenként ne csörögjön, és ne az legyen a kezdőmondat, hogy Ferenc úr vagy Laci baj van, és akkor tudom, hogy valaki rákos. Jó, itt a vége, fuss el véle. A kísérő szövegben megtaláljátok azt az e-mail címet, ahol lehet Lacinál jelentkezni, meg esetleg kérdéseket feltenni. És én nagyon kíváncsi vagyok, most először lesz ilyen tanfolyamod, és utána is elvárlak, hogy a konzekvenciákat vonjuk már le közösen. Én tovább mennék. Biztos lesz 1-2 olyan kliensem, páciensem, aki hajlandó lenne, hogy utána elmondani itt akár velem, mellettem, vagy nélkülem is, hogy neki mit adott ez a 2 napos tréning. Jó, annak lenne igaza ereje. De egy kis időt adjunk neki, tudod, mert hogyha Kemunál is több évet kivárunk, akkor nézzük meg, hogy valóban tartós gyógyulás lesz-e, mert ha ő, a saját tapasztalatom, megműthetnek, gyógyszert adhatsz, bármit, kiszednek belőled bármi betegséget. Ha itt mentálisan nem gyógyulsz meg, akkor te ugyanúgy manifestálod önmagad a betegséget. Ez a legfontosabb, hogy átprogramozni. Ezért mondtam, hogy én 50%-ban minimum a fejével, a szívével akarok dolgozni. Mert ha ezt kihagyom, akkor csak ideig, óráig van. Viszont az a jó ebben, hogy hozzám nem járnak éveken, hónapokon keresztül a páciensek. Általában 1-3 alkalommal találkozom velük, és telefonos kapcsolat. Mert én azt mondom, hogy ha 3 alkalommal maximum nem sikerül olyan mértékben rendbe raknom, akkor nem tudok vele együttműködni, akkor valamit én rontottam el, vagy nem egymás partnerei vagyunk. Nem hangolódhatok egymásra. Érted? Tehát akkor az nem az én. Nekem hozzám nem kell hónapokig járni. Ez is fontos, ugye? Amikor végignéz egy adást a kedves néző, akkor ő már az első 10 percben eldönti, hogy ez a passzív szimpatikus nekem, összehangolódhatok-e, érdemes-e vele beszélgetnem, stb. Ha nem szimpatikus is, menjetek el hozzá. De igazából itt barátságok alakulnak ki, hát mi is lassan 30 éve ismerjük egymást. Azért elnézést, hogy itt néha ilyen húzosabb
vicceket is megengedtem, de az életben ugyanígy beszélgetünk általában. Tehát én most azért hagyd ne változzak meg erre 40 percre, mindig a humor az a legfontosabb. Tehát, hogy amelyik ember meg tudja, aki meg tudja a humorát akár az akasztó falat is őrizni, na, annak minden esélye megvan a túlélésre egyébként. Aki besamagyodik már a legboldogabb percekben is, annak minden esélye van, hogy savanyú káposzta lesz belőle. Rögtön eszembe jutott egy picike még, hogy egy nagyon pozitív gondolkodású ember kizuhant a 3. emeletre, és össze-vissza törte magát, és akkor a kollégáim, hát most a pozitív gondolkodásod hol van? És beszélni alig bírt, és kimotyogta, gyűlölöm a gravitációt. Aha. Én nagyon sok, ha ezt még megtromfolom egy kicsivel, valaki túlélt egy ilyen szituációt, hogy toronyból valami kiesett, de végig is pocsant valami vízbe, és azt mondja, hogy az én életemben idáig nem történt semmi. Ez volt a legcsodálatosabb dolog az életemben, ez a 8-10 másodperc, amíg zuhantam. Tehát, hogy engedjük meg magunknak, hogy másképp gondolkodjunk, másképp éljünk, másképp érezzünk, mert csak ezen keresztül tudjuk a saját árnyékunkat átlépni és tovább lépni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én és ígérem, hogy ezekről a tanfolyamokról még fogunk akkor szépen beszélni. Még egyszer mondom, ez a dualitás nagyon tetszett, hogy vonszold már el magaddal azt, akivel esetleg a problémáidat meg tud oldani, és akkor most nem más címkét ragasztottunk rá erre az egész terminológiára. Neked meg sok erőt és sok sikert. Nagy szeretettel megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t, Vivanatura televíziót láttak, láthattatok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találjátok. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Köszönöm szépen!